Sziasztok! Folytatódik a Cubes OSS sorozat. Mert végül sorozat lett, nem így terveztem, de <laughs> úgy voltam vele, hogy akkor legyen sorozat. Hálókártyát nem dugtam a gépbe, hozott fönt látszik is gyönyörű mert ugye ezt a gépet én most hurcibálom minden nap. És igazániból nem kell bele a hálókártya, de mindegy, most beledugom, legyen. Szóval, a múltkori alkalommal ugye megnéztük, hogy hogyan lehet templétekből csinálni egy saját virtuális gépet, más néven Cube-ot, és hát ott már én mondtam, hogy tulajdonképpen, ha szükség van rá, akkor a templétettől függetlenül is létre lehet hozni egy virtuális gépet, valamilyen telepítő imageből például. Természetesen Linux is lehetne ez a virtuális gép de én azt gondolom, hogy úgy nagyjából a Debian Fedora által nyújtott lehetőségek szerintem azért úgy nagyjából lefedik az igényeket. Természetesen, ha valakinek nem, akkor ott a lehetőség, hogy egy komplet Linuxot berakjon a virtuális gépkét, ugyanúgy, ahogy most a Windows-zal fogjuk csinálni. Ugye ezt talán egy picit erre úgymond ha már valaki arra vetemedik, hogy virtuális gépet hoz létre, és nem templétből, hanem komplett telepítetted, akkor talán a Windows esetleg gyakrabban előfordulhat, mert éppen azért, mert igazán a többi Linuxos dolgot nagyrészt meg lehet oldani ezekkel a templétekkel, hiszen láttátok múltkori részben, föl lehet telepíteni hiányzó csomagokat. Szóval valakinek az a beteg ötlete támadna, hogy egy Windows telepít Cubes OS alá, akkor természetesen lehet, és tulajdonképpen ugyanígy kell elkészíteni egy Linuxos telepítést is. Na nézzük, mi történt eddig? Bedugtam a pendrive-omat a gépbe, és tulajdonképpen lehetne pendrive-ról is telepíteni, de most megmutatom azt a helyzetet, amikor te egyébként használod ezt a gépet, mondjuk fogod és a, 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 a personal uh, cube-ban letöltesz egy image mondjuk egy Windows image-et letöltötted, tehát most ezt fogjuk szimulálni. ugye ez itt fut, és ha megnézzük a fájkezelőt, letöltöttük, akkor tulajdonképpen hát itt jelenne az meg valahol. Most ezt nem fogjuk megcsinálni, hogy letöltsük, mert ahhoz itt lassú van át, hanem akkor most kicsikét egy csalok a pendrive van, és ezt a pendrive-ot, ezt odaadjuk megint csak a personálnak, nyitok egy terminált a personál alatt, és azt mondom, hogy sudo, nézzük meg először, hogy ugyanaz a, de szerintem ugyanaz lesz, így van, tehát súdó, az még talán itt is lesz valahol, vagy nem tudom, lustaság, félegészség, akár, akár kontrollert is használhatnám, de ez így jó lesz, tökéletes, oda fölcsatoltuk, rendben van, és hát itt van a pendrive tartalma, és itt van egy ilyen telepítő isó, aminek én megint nem látom a preview-ban az ikonját, csak a feliratot látom, de azt láttam, hogy az előző videót összevág, hogy egyébként a videó minősége az lényegesen jobb, mint a preview kép, amit itt látok, úgyhogy a feliratból látom, hogy itt az ikonja is. <laughs> Na, szóval, kéne csináljunk egy Windows 10-es telepítőt, egy telepítést, egy komplett VM-et, hogyan jussunk el ide? Hát valahonnan el kéne indítani a Cube manager és létre kéne neki hozni egy Cube-ot. Hozzunk létre egy új Cube-ot. Állítok a monitoron, hát egy picit tudok javítani a képen. És tudtam, egy picit többet látok így. szóval, hozzunk létre egy új cube -ot. legyen a neve egyszerűség kedvéért Win10, jelöljük piros színnel, és most azt mondjuk, hogy ez nem egy VM lesz, hanem egy standalone VM lesz. Tehát egy megmaradó standalone VM, és templétnek pedig ugye a non-t választjuk ki. Hát hálózatba tegyük be akkor a firewallhoz, és tulajdonképpen egyre ennyit a tennivaló. És most következik az, hogy honnan bútoljunk. És itt kivel blog device-t, de megtehetem azt is, hogy a kernel pánikban körülnézek, ugye, mintha letöltöttem volna, de nem a kernel pánikban volt, én marha répa, jó, most meg kell várni, indul a kernel pánik cube, nem, nem oda töltöttem le, hanem a, hanem ugye a public cube vagyis a privát cube-ba, hol van? Personál jó, <laughs> reggel van még. Szóval, a Personálba töltöttem le, és ugye itt megkeressük, itt van a Pendrive-on belül, itt van a telepítő magyar isó. Ezt odaadom neki. És erre azt mondom, hogy oké, okay. elkészíti a Q-bot, elindul, ami el fog szállni, ezt elárulom. Többek között azért fog elszállni, mert nincs elég hely, nincs elég memória, Uh, úgyhogy ezekkel mindjárt kicsikét mókolni kell és módosítani kell. Csak megvárjuk, míg belerohad, de igazándiból <laughs> akár segíthetünk is neki, és fogjuk és egyszerűen kilőjük, hiszen ebből úgysem lesz most itt semmi. Átjövök ide, és azt mondom, hogy a VIN 10 fogom, és azt mondom, hogy kill. Persze, megölöm, így van. Most, hogy létrejött a VM, állítgassuk be akkor a tulajdonságait. Hát a storage size-nak az a 2 giga, ez biztosan kevés lesz egy Windows 10 telepítésnek. Én azt mondom, hogy egy 40 gigát adjunk neki, minimumnak, és ha külön akarunk még, akkor igazán itt adhatunk 2 gigánál akár többet, ha többfelé akarjuk particionálni a diszket, Ez az egyik, Öplá. A másik, a memória. Van ugye egy kezdeti és egy max memória. Én azt mondom, hogy ezt a kezdeti memóriát, ezt nyugodt szívvel, lélekkel toljuk föl 4 gigára. És a virtualizációt itt kell kiválasztani. Most ugye ide is van írva, hogy Windows Cube az mindenképpen HVM lesz. Ha Linuxot használsz, akkor viszont e, választhatsz e, PHV-t is akár. Tehát e, ez, ami meg kell tenni. Tulajdonképpen ennyi az elindulás az, ami minimális szükséges. A többit azt később lehet állítgatni. Azt elárulom, hogyha itt bekapcsolod a memória balancinget, akkor bizony nem fogsz tudni eszközöket itt berakni úgyhogy ahhoz azt ki kell kapcsolni, úgyhogy ezt már eleve be se kapcsolom, ez kipróbáltam. És igazániból virtuál CPU-t is adhatunk neki, négyet, hadd örüljön. rendben van. Állítsuk be újból a bútolást, hiszen most ugye elvágtuk a torkát szegénynek, és azt mondjuk, hogy ez a personalon belül kitallózzuk megint csak a pendrive, Windows 10 Enterprise, magyar ISO. Jól van. Indítsuk el. Látjátok, ez standalone VM-ként szerepel. Tehát itt gyönyörű szépen lehet látni, hogy, hogy micsoda, micsoda itt. És megjelent elfben egy ablak, és elindul a telepítő. És aztán ez egy jó párszor a telepítés folyamán, hogy értelemszerűen újra fog indulni, kikapcsol a VM, el kell újban indítani, és szépen el fogunk jutni, remélhetően, a telepített Windows 10-ig. Én már egyszer eljutottam, úgyhogy azt gondolom, hogy remélem most is sikerülni fog. már megjelent a karika alul, így van. Jó, ez teljesen jók lesznek ezek a beállítások. Nyomjunk egy telepítést. Elfogadjuk a licenszet, és te tulajdonképpen ugyanígy tudnál egy komplet Linuxos VM-et is fölrakni alá. Jó, legyen ez a 40 giga, puff. Az hadd menjen a telepítés. Nyomjunk egy újraindítást. Ugye ilyenkor be kell majd újból kapcsoljuk a VM-et, és megy minden tovább boldogan. Itt ugye vannak némi felbontás problémáink, de hát a. a képernyő kénytelen vagy a kompromisszumokat kötni. Úgyhogy néha az ablakalja hiányzik. De ez a szürkésfehér réteg az élvezet értéket nem mondja, én azt gondolom. Kis türelmet kérnek, de ehhez már sok türelem kell, vagy nekem már nagyon elfogyott most arra, De hát ez így elmúlva. Úgyhogy tulajdonképpen hát ilyen egyszerűen lehet egy izolált Windowsos VM-et fölrakni, hogyha valami jobb munkát kellene a gépen csinálni, amihez egyébként egy Windows kell. Persze, engedélyezzük, mi baj lehet? <laughs> Nézzük, nem tudok-e itt valamit csalni. <laughs> Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ebben a méretben most kényelmesen belefértünk. Rendben van. Szóval itt van egy Windowsunk, és például mondjuk, na, mondjuk kéne hang, mert nincs benne hang. Milyenkor a tenni való, hát első körben le kéne állítani. Itt a hangot mondjuk nem fogom tudni megmutatni, mert ugye ez a bentről kicipelt gép, tehát ez bent van az erősítő házban, azt azért nem hozom ki. De azt mondjuk neki, hogy miután leállt ez a jószág, Settings, és eszközként fogom is megkeresem az adott hangkártyát. Csak tudni kéne, hogy hol van Samsung. Pedig én ezt már egyszer megcsináltam. Sound Blaster, itt van, Audi, gyí, gyí, adjuk át neki. Mondjuk ennek a Windows driver az alapból kuka, ami van a windows al tehát le kell tölteni a weboldalhoz hozzá a driver -t. De azt mondjuk, hogy akkor elindulunk újból. De odáig el fogunk jutni, hogy megjelenjen azért a keverőpult. pult. azért mondom, hogy át lehet neki adni a gép hardvereit. Ami tök jó dolog. És ha jól emlékszem, az a memória balancing az, az, ami nem szerette. És most bejövök ide a vezérlőpult, ez még a régi Windows, itt még a helyén lesznek a dolgok. Utána kezdték el ezt a buziságot, hogy mindenhova elköltöztetik a dolgokat. Akkor itt van a multimédiás audio vezérlő, és hát mivel netünk van, ezért szerencsés esetben még talán is fog hozzá valami drivert. Így van, tölti le. Úgy van, VDM, puf, megvagyunk, és már itt is a hangkeverő. Ennyi. Na, hát így lehet egy Windows VM-et beszuszakolni a CubeSOS alá. Sziasztok!